Amióta van színház, azóta létezik a sminkelés is. Míg az ókori görögök elsősorban maszkokkal láttatták az arc mimikáját, a kínai és japán színház, a római teátrum az arcfestés eszközével erősítette a drámai hatást. Ma is ez működik, amikor Harry Potter sepphelyes homlokát, az Alice csodaországban rőt kalaposát, a Batman gonosz Jokerének hullafehérre mázolt képét, vagy éppen a fekete hattyú zavarodott tekintetét látjuk. A hétköznapi sminkelés könnyen megtanulható, a művészi sminkhez, mint amilyen a színházi vagy a filmes smink, profi szakemberre van szükség. A sminkmester az illúziókeltés művésze. Kezek között kell életre a szépség és a szörnyeteg. Az ő munkája nyomán látjuk hitelesnek, hogy elevenből holt lesz, a halottak pedig feltámadhatnak. A maszk sminkiskolában dolgozom most már több mint 10 éve, a Kristóf Illus vezető maszkmester szárnyai alatt. Hát én gyerekkorom óta sminkes szerettem volna lenni, az összes babám ki volt pimgálva. És hát nem sikerült rögtön sminkessé válnom, ezért dolgoztam egy kicsit az egészségügyben, egy kicsit a vendéglátásban, és a vendéglátás mellett tudtam kitanulni a sminkes szakmát. Én a szépítészeti részét szeretem jobban, tehát például megmutatni hölgyeknek, hogy hogyan fessék ki magukat, hogy az utcára megfelelő legyen, illetve esetleg bálokra, bulikra, és szeretem még a fotóra divat sminkeket. A sminkmester hétköznapi, alkalmi, valamint színházi, tévés, filmes helyzetekben készít arcot szépítő sminket, elfedve a bőrhibákat. Művészi módon járul hozzá egy-egy művészeti alkotás megvalósításához. A sminkmester a sminkelés előtt elemzi és előkészíti a bőrt. Letisztítja és a bőrtípusnak megfelelő krémeket és alapozót használ. A festékek kiválasztásánál is figyelemmel van a dekorálandó arc jellegzetességeire. A különleges színházi, filmes vagy divatfotózási sminkekről előzetesen látványtervet, vázlatot készít. A színházi előadás előtt a szerepnek megfelelően erőteljes színekkel kisminkeli a színészeket. Ennek során krémekkel, alapozóval, púderrel, rúzzsal, festékekkel dolgozik annak érdekében, hogy a színész arca a játszott karakter szerint kifejező, a hátsó sorokból is jól látható legyen, erősítse a drámai hatást. A színházi sminkelés során a festékekkel öregít és fiatalít, sepphelyeket és vérzéseket alkot, szőrt, cakált, bajuszt készít, ha szükséges. A szemet műszempillával emeli ki. Most éppen a hétvégén egy öregítést csináltam egy házas páron, akik egy farsangi mulatságra mentek, és ők azt mondták, hogy szépek mindig lehetünk, legyünk most csúnyák. Olyan 40 év körüliek voltak mind a ketten, és ilyen 60-65 éves korig sikerült elvinnem őket. A filmes sminkmester tevékenysége a színházi sminkeséhez hasonló, ám a filmben a finomabb megoldásokra van szükség. Figyelni kell arra, hogy a közeli képeken is hitelesnek tűnjön a színész maszkolt arca, az illúziókeltésnek tökéletesnek kell lennie. A televíziós sminkes a műsorokban szereplő újságírókat és vendégeket veszi kezelésbe, a bőrhibákat elfedi, a nőket finoman kifesti, és a férfiakat púderezi annak érdekében, hogy a képernyőn az arc ne csillogjon, a tekintet kifejezőbb legyen. A divatfotózáson dolgozó sminkmester feladata, hogy a művészi koncepciónak megfelelően kifejezést varázsoljon a modell arcára. Ennek érdekében sötétít és halványít, szemet kiemel, műszempillát ragaszt, szájat nagyít és kisebbít, csillámmal, glitterrel dekorálja a bőrt. A sminkmester sminkkészlete nem hasonlítható a hétköznapi halandók szépségszettjéhez. Nem csupán krémeket és festékeket tartalmaz, hanem olyan eszközöket is, amivel egy arcot a felismerhetetlenségig meg lehet változtatni. Ebben a szakmában mindenki szeretne mindenhez érteni, de az az igazság, hogy ugye mindenki azért másképp kreatív, tehát akár, illetve úgy gondolom, hogy az egyénisége is hozzátesz. Tehát van, aki a finomabb dolgokat, szép sminkeket, lágy sminkeket szereti. Vannak olyanok, akik mondjuk nagyon szép vonalakat tudnak húzni, mintákat készíteni, és hát vannak azok, akik pedig szeretnek sebezni. Vérengzeni, úgymond. Általában, tehát ami professzionális művér, amit így hívunk, az kukoricaszirupból készül, édes, nagyon édes. Itt a tanulókra rá kell figyelnem, mert szeretik dézsmágatni egy kicsit. A sminkmesternek sokféle ismeretre van szüksége. Az alap a kozmetikai ismeretek megléte, amibe az egészségügyi, anatómiai, dermatológiai tudás is beleértendő.
Ezen kívül tisztában kell lennie a krémek kozmetikai szerek hatásával, amihez kémiai, biológiai ismeretekre is szüksége van. Kiváló kézügyességgel kell rendelkeznie, hiszen a legfőbb munkaeszköze a keze. A sminkmesternek kreatívnak kell lenni, művészi vénával megáldottnak, jó kommunikátornak és együttműködőnek. Magabiztosságot kell sugároznia, ugyanakkor nagyfokú alkalmazkodásra is szüksége lehet, hogy a rendező vagy a fotós elvárásainak meg tudjon felelni. A kiegészítő eszközöket is tudnia kell használni, amelyek segítségével szakált, bajuszt készíthet, és a speciális effekteket, mint például az arcot deformáló protézist is meg kell tudnia alkotni. A mesterművek megalkotása sok időt, ezáltal kitartást és figyelmet igényel. Közvetlen kapcsolatunk van ugye a művészekkel, hát illetve a stáb tagjaival. Tehát nekünk mindenkivel közös, tehát egy közös nevezőre kell jutnunk, és együtt kell dolgoznunk. Nagyon fontos a gyorsaság. Ugye azt mondják, hogy az idő pénz. Hát ebben a szakmában tényleg nagyon-nagyon fontos, mert ugye ha azt vesszük, hogy mondjuk ki kell bérelni egy termet, azért ugye fizetni kell a színészek szállását. Tehát egy csomó mindenből összetevődik az, hogy mindenki gyors legyen, és ezek között mi is. Legyen kreatív, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Legyen nagyon-nagyon türelmes, ez is hozzátartozik. És hát jól képzett. Tehát nekünk minden munka előtt, vagyis hát amikor megkapunk egy munkát, akkor nekünk föl kell rá készülni. Tehát hogyha mondjuk veszünk egy kosztümös filmet, akkor bizony ott is utána kell nézni mindennek. Tehát legyen meg benne a kitartás is, ami nagyon fontos. A sminkmester tipikusan zárt térben dolgozik, a forgatási helyszíneken, esetleg a szabadban is. Gyakran álló, görnyedt testtartásban sminkel, ami nem tesz jót a gerincnek. A sminkelés során történő személyes érintkezés fertőzés veszéllyel járhat. Ennek elkerülése érdekében nagyon fontos az egészségügyi és higiénés szabályok betartása. A krémek, festékek allergiás tüneteket, bőrkiütéseket okozhatnak, a különleges effektekhez használt vágóeszközök balesetveszélyesek lehetnek. A szakma gyakorlásához a közelre való jó látás, a színek és árnyalati különbségek felismerése, a kar, kéz és ujjak használata elengedhetetlen. Kizáró ok a beszéd megértés zavarával járó halláskárosodás. Aki sminkmester szeretne lenni, érettségi vizsgával kell rendelkeznie. Előny, ha először a kozmetikus képzettséget szerzi meg, ami szintén sikeres érettségihez kötött. A tanulmányokat egészségügyi vizsgálatot követően kezdhetik meg. A szakmát sminkes, sminkmesteri tanfolyamokon felnőtt képzésben lehet elsajátítani. A tanfolyamok különböző időtartamúak, színvonalúak és árúak, de van néhány olyan cég és tanfolyam, amely akkreditált képzést nyújt. Aki komoly képzést szeretne, ilyen tanfolyamot ajánlatos keresnie. A tanfolyam elvégzésével tanúsítvány szerezhető. Rokon szakmaként tekinthető a kozmetikus, a testfestő és a maszkmester. Egy sminkmester fizetése a statisztikai adatok alapján átlagosan havi bruttó 110 és 140 ezer forint között mozog. Hát a sminkes képesítéssel a szalonoktól kezdve a fotózásokon keresztül a filmek, a színházak világában tudnak dolgozni. Hát azoknak ajánlom, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, akik szeretnék megvalósítani az ötleteiket, illetve akik szeretik például a filmeket, a filmekben is figyelemmel kísérik a sminkeket, a maszkokat, hogy vajon mivel tudták azt elérni, hogy úgy nézzen ki az a színész. Azt csinálom, amit szeretek, azzal foglalkozom, amit szeretek. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásával.